Hello! Szia! Eltek Árna laboratórium negyedszer itt a Parallaxis videó sorozatban. Miklós, fogadjunk, hogy van még olyan forgóberendezés, amit nem láttam. Így van. Ezt eltaláltam. Ebben olyasmit csinálunk, ami a nagyon magas légkör fizikája szempontjából egy rendkívül tanulságos kísérlet. Képzeld el, sarki fényeket fogunk látni magunkban. Érdekel, megvettem. Na gyere! Légkör kísérletek egy forgóberendezés segítségével, ami már kapott egy kis festéket, de nem baj, majd még küldünk bele. Miklós, elsősorban mit tudunk ezzel a berendezéssel? Mit tudsz róla elmondani? Nézd, ez az egyik legegyszerűbb kísérlet, ami van. Tehát ez tényleg csak annyi, hogy van egy kád, hengered, akkor mi mindent kádnak hívunk, nem fűzünk benne, de ezek ilyen laborozomini tartály? Mondjuk akvárium. Akvárium. Még ezt a szót tudnám. Amit akarsz. A lényeg, hogy forog. És hengered alakul. Na, ennyi. Viszont ez már régóta itt forog, tehát a víz az már együtt forog a hengerrel, régóta, mondjuk már órák óta járatjuk. Amúgy nem kell, tehát 20 percig is elég ehhez járatni. Szépen együtt forog, ezt úgy hívjuk, hogy merev testforgás. Solid body rotation angolul, tehát nincsenek benne ilyen semmiféle ilyen furcsa dolgok, mint például egy tornádó kísérletnél, itt nincs, itt szépen együtt forog az egész. Hanem, az az érdekes az egészben, hogy ilyenkor a legfontosabb erő, ami hat a részecskékre, például egy festék részecskére, amit beleteszek, az nem más, mint a Coriolis erő, ami ugye az eltérítő hatás, ami forgórendszerekben föllép. Na most az a furcsa az egészben, hogy ez matematikailag belátható, hogy ez, hogyha csak ez az erő jelentkezik benne, ami maga nem függ egyébként a magasságtól, mert a Coriolis erő egy ilyen rendszerben, egy forgótartályban magasság függetlenül mindenhol ugyanolyan, de az következik, hogy a kialakuló áramlás is kétdimenziós lesz. Kétdimenziós. Hiába háromdimenziós a tartály, de mégis, ha fölülről megnézzük a festék útját, akkor azt fogjuk látni, hogy bármelyik magasságban pont ugyanolyan. Na, most ha ezt nem hiszed el, akkor most piros étlefestékkel dolgozzuk meg a rendszer. Belerakok mondjuk valahova ilyet. Tudjuk jól, hogy mit csinálna ez a festék egy sima pohárban, ami nem forog. Na, de mi történik itt? Már is látjuk, hogy függönyöket képez. A függöny az kétdimenziós. Szóval ide jössz velem, megnézed fölülről, nézd, akkor azt látod, hogy lelátsz az aljáig. Ezeket Taylor függönyöknek hívják. Taylor az a fizikus bácsi volt, aki ezt megjósolta, hogy ennek kétdimenziósnak kell lennie, és tényleg. És persze a légkörben és a magas légkörben is ilyen a helyzet, és nem véletlen, hogy ezt egyébként szoktam kérdezni, tőled is megkérdezem, szerinted milyen légköri jelenségre emlékeztet ez? A színétől most tekintsünk el, csak az alakját nézd. Hát fogalmam nincs. Nincs? Hát akkor itt van egy kis segítség. Ez a valaközi vidállomásról készült. Sarki fény. Bizony, a sarki fény ugyanolyan függőleges függönyökként jelenik meg a felső légkörben. Akár több száz kilométerre magasra felnyúlnak ezek a függönyök. Ugye ez az, ami tulajdonképpen az a légkör áramlása, csak a ionizáció miatt ragyogó részecskék kirajzolják nekünk az alakját. De az semmi más, mint ahogy itt a festék is, csak megfesti nekünk az amúgy is ott levő áramlást. Na most jön a poén. Ugye azt mondtuk, hogy az áramlás kétdimenziós, igaz? Tényleg kétdimenziós, ami azt jelenti, hogy ilyen függönyszerű, fölülről nézve leváltunk az aljára a lyukokban, minden magasság szinte ugyanolyan. Na viszont látod, hogy ott van benne egy parafordugó. Ezt lecsavaroztuk az aljára. A parafodugó viszont elrontja ezt a szimmetriát, hiszen ő lent van, fönt meg nincs. Na, mit reagál erre az áramlás? Most már láthatod, hogy a piros, az fölötte is kikerüli a parafodugót. Tehát fölé elvileg még befolyhatna, de ő tudja, hogy neki kétdimenziósnak kell lennie, alul nyilván kénytelen kikerülnie, hiszen akadály, tehát mit lép erre? Fölötte is kikerüli. Tehát mint hogyha egy láthatatlan akadály lenne ott a parafodugónak a meghosszabbítása fölfelé. Ez tök jó pofa, hogyha látunk ilyen műholdképeket, ami azt mondta, hogy egy sziget mögött a felhő alakzatok olyan örvényeket rajzolnak ki, mintha kikerülnék a szigetet. Holott tudjuk, hogy a felhők sokkal magasabban vannak, mint a szigetek. Nyilván. És mégis. Na hát pont emiatt van. És ebből persze az is következik, hogyha én viszont kész akarva a dugóra egy kis kéket rányomok,
Nehéz. Első, igen, az évek óta gyakorlom, de mindig elbénázom mégis. És igen, rátettük, és akkor ebből meg az következik, hogyha működik a tévottétel, tévott praugmentétel, akkor bizony ez rajta is fog maradni. Persze, nem fog tökéletesen rajta maradni, mert az a szigorúan az áramlás csak akkor lenne kétdimenziós, ha a forgás végtelen gyors lenne. De érdekes, hogy jó közelítéssel végtelen gyorsnak tekinthető ebből a szempontból ez is, és nem csak ez, hanem az is, amit a Földs csinál. Pedig hát egy nap azért az nekünk sok idő, de a légköri áramlások terjedési időskálája szempontjából az gyors. Tehát a légkör is úgy tekinthető, mintha majdnem végtelen gyorsan forgat a rendszerben. És még mindig az van, látod, hogy persze, amit mellé spricceltem, az mellé megy, mert mellé is ment, és a szép kék függönyöket rajzolt ki, de amit konkrétan sikerült rá spriccelnem, az rajta is maradott. Ha nem mászott le a dugóról, tehát tudja a téglopra a mentéket. Úgyhogy ez egy jó dolog, és akkor persze, ezért lehet csomó mindent a légkörben, persze a légkörben ezt a kétdimenziós dolgot, ezt néha elrontják a szerek dolgok, amik azért mégiscsak függenek a magasságtól. De amikor például egy szél csendes helyzet van, vagy például a stratoszféra van, ahol ugye ezek a sarki fény dolgok is megfigyelhetők, ott gyönyörű szépen érvényesül ez a tétel. Akkor itt a jelenlegi kísérletekkel többfajta oldalról is össze lehet rakni mondjuk egy légköri struktúrát, ha jól értem. Ez mondjuk a forgásból következő jelenségeket leírja. Ehhez még jöhetnek szelek, egyéb dolgok, amiket össze tudtok így legózni, gondolom én. Így van, például amikor egy ilyen forgatottat, tehát hűtünk és fűtünk, egyik oldalra hűtjük, másik oldalra fűtjük, akkor ilyen kis előttünk is van, ugye? Tehát akkor az már maga a szél. Tehát az még behozzuk pluszba a szelet, és ott egyébként emiatt aztán még bonyolultabb lesz a kép. De ha nem lenne szél, akkor tényleg ez volna. Mindig érdekelt, hogy van-e a klímakutatásban olyan paraméter, mint mondjuk a kozmológiában, hogy így jönnek a semmiből még dolgok, amik megkavarhatják az eddig felállított modelleket, csak még nem tudtunk róla, mondjuk helyi kibocsátások, vagy bármi, ami még szóba jöhet, ami új felfedezés, mint hathat a tudományra. Biztos. Hát ez biztos, tehát ugye azt kérdezed, hogy van-e olyasmi, amit még nem tudunk. Igen. Igen, mikor történt, szinte biztos. Mikor történt olyan legutóbb, hogy hú basszus, ez egy teljesen új dolog. Például talán amikor rájöttek, elkezdtek jobban megérteni az aeroszolok hatását a légkörben. Ugye az aeroszolok azok pici részecskék, amik fent vannak. Most az a kérdés, hogy azok vajon elősegítik-e a felmelegedést, vagy éppen gátolják. Ugye két hatás is érvényesülhet. Egyrészt hozzájárulhatnak mondjuk ahhoz, hogy jobban elnyeri a hőmérsékleti sugárzást a légkör, például. Ez azt is eredményezheti, hogy a felszín az lehűl, azt is eredményezheti, hogy jobban felmelegszik. És hát itt például, amikor rájöttek, hogy ezek mennyire fontos szerepet játszanak, és hogy még nem tudják pontosan, hogy melyik irányba fogják eldönteni a mérleget, az például egy tipikusan ilyen helyzet volt. És akkor mostanában meg egyre többet lehet az ilyen metán dolgokról hallani, igaz, hogyha majd az a Szibériában elolvad a jégtakaró, akkor egy csomó metán felszabadul a légkörbe, ami aztán meg hűd, micsoda dolgokat fog csinálni. Ez is tipikusan egy ilyen dolog, hogy van mindenféle elképzelés, és hát nem nagyon tudjuk még, hogy mi lesz. És biztos vagyok benne, hogy ahogy te is mondtad, még váratlan meglepetések is rá. Egyszer csak majd lesz egy klímakonferencia, gondolom, ahol sok mindenki hoz sok mindent, adatokat, megfigyeléseket, tapasztalatokat, mert ugye említetted te is korábban, hogy ti is tudtatok hasznos adatokkal szolgálni, más intézetek számára gondolom ti is kaptok külső megfigyeléseken alapuló adatokat, így gondolom ezek valahogy úgy egyszer csak összeállnak, és egy új tudományos eredmény formájában egyszer csak felbukkannak, és többet tudunk, mint az előtt. Hát ez pontosan így szokott lenni, de ennek van egy nagyon hosszú elfutás ideje, jó lenne ezt minél gyorsabban csinálni. Persze, de ezek évekbe telik. Mire valami megfigyelési adatból annyira elfogadott lesz, hogy rendesen be lehet építeni mondjuk egy klímamodellbe. Ez a szimulációk sebessége, vagy a tudományos diskurzusnak a tehetetlensége? Inkább az utóbbi, persze az is benne van a szimulációk, amit nekem nem vagyok a szakember, és persze, hogyha beraksz egy új paramétert, akkor nagyon sok mindent át kell érni. Tehát ezek bonyolultak, ezek a modellek már így is.
Mm-hmm. És akkor le kell tesztelni, hogy jól fut-e le. Tehát nyilván akkor először végig csinálod azt, amiről tudod, hogy milyen eredményt kell kapni. Hogy tesztelsz a klímamotárt? Például úgy, hogy elkezded visszafelé futtatni, mert azt nem tudjuk, hogy milyen idő van a jövőben, de azt mondjuk ki tudod, hogyha vissza tudod kapni, hogy 1975-ben milyen volt a klíma, vagy az időjárás, akkor talán a jövőben is működik, de nem biztos, hiszen lehet, hogy pont azok a paraméterek, amiket te beraksz, azok maguk is megváltoznak az idővel. Ugye, azt nem tudod. De az biztos, hogyha a múltat nem tudod reprodukálni, akkor valamit rosszul csinálsz. És akkor persze ezeket a teszteket végig kell játszani. Onnan mindig, amikor bejön valami új fizika, egy új egyenlet, bejön a 200 egyenlet mellé, bejön egy 201-edik ebben a hatalmas modellben, akkor újra kell csinálni majdnem mindent. Amikor a múlt történéseire illesztünk rá egy új modellt, akkor milyen időtávokba kell gondolkodni, mondjuk az elmúlt 2 éve, elmúlt 100 éve, elmúlt 1000 éve? Inkább az elmúlt 30 év, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mióta van űrkorszak, és mióta vannak ténylegesen műholdak fönt, amik rendesen figyelik a felhők jövésmenését, meg az egyebeket, onnantól kezdve lehet arról beszélni, hogy mondjuk tudunk mondjuk beszélni arról, hogy milyen volt az időjárás egy adott nap bárhol a Földön, és akkor azt ugye ezekkel a modellekkel vissza tudjuk csinálni, vagy tudják csinálni, és akkor meg tudják nézni, hogy működött-e. 100 évre nem nagyon lehet visszamenni, mert akkor már sokkal elszórtabbak az adatok. Azt is lehet, vannak adatok, az elmúlt 200 évből vannak elszórt adatok, de igazából az elmúlt 30 év szokott lenni a fő tesztperiódus. Miklós, köszönöm szépen a betekintést ismét. Én köszönöm nagyszerűen az érdeklődő kérdéseket, még utolsó pillanatást tessünk erre a gyönyörűségre. Még mindig függönyök, de már úgy szépen elkezdtek eloszlani, körbeérni, meg minden, de még mindig megőrizte az áramlás a kétdimenziós jellegét, bár csak az igazi földi légkör is ilyen egyszerű lenne. Így van, ezt eltaláltam. Ebben olyasmit csinálunk, hogy... Jó, majd össze lesz vágva. Vágható? Igen. Ebben olyasmit csinálunk, ami a nagyon magas légkör fizikája szempontjából egy rendkívül tanulságos kísérlet.